39 középfokú intézmény, 13 gimnázium, 3 felsőoktatási intézmény, 23 munkaadó és 7 partner szervezet. Összesen 85 stand várja a diákokat a pályaválasztási kiállításon a Continental Arénában. A rendezvény idén már 17. alkalommal segít a fiataloknak, hogy olyan pályát találjanak, amely megfelelő számukra és a térség munkaerőpiaci igényeinek is. Mindenféle megközelítésben nagy jelentőséggel bíró rendezvény, hiszen visszatükröződik benne a kormányhivatalnak az a küldetése, hogy a munkaerőpiaci kívánt egyensúlyt, egyensúlyozó szerepét be tudja tölteni. Jelesül is, hogy azok a diákok, azok a fiatalok, akik még pályaválasztás előtt állnak, azok elegendő információ, vagy minél több használható információhoz jussanak, amely segíti aznak a döntésnek a meghozatalában őket, amely a jövőjükről, a későbbi boldogulásukról szól. Dönts jól, jövőd a tét! Ezzel a mottóval hívják fel a diákok figyelmét a pályaválasztás fontosságára. Nem csak szórólapok segítségével, hanem egy-egy standnál bemutatókkal interaktív módon is. Idén szeptemberben egy lényeges változással kezdődött a tanév a középfokú oktatási intézményeknél. Többek között erről is tájékozódhatnak a tanulók. Ezen túl 3 intézményi forma közül választhatnak a 8-osok. Ha valaki szakgimnáziumba jelentkezik, akkor mehet egyetemre és főiskolára, 4 év után megkapja az érettségit, teheti emelt szinten, középszinten, és kap egy szakképesítést, illetve ha 1 évet ráhúz, akkor technikusi minősítést kap. Ha valaki szakközépiskolában megy, ez a korábbi szakiskola, akkor egy szakmát tanul 3 év alatt, gyakorlatorientált képzésbe, és ha van még igénye, meg szeretne tanulni, akkor 2 évet még ráhúzva, ha szabad így fogalmazni, megkapja az érettségit. És a szakiskola pedig a speciális területeket fogja a jövőben kielégíteni, tehát fogyatékossággal élők, vagy speciális tudást igénylők szakiskolába járhatnak. A pályaválasztási kiállítás standjai még pinteken is várják a szülőket, diákokat és a tanárokat egyaránt. A nyíregyházi rendezvény évről évre egyre több fiatal tud megszólítani.